Szevasz, öcsi. Mi van? Mondjad. Mondjad, tesó. Ez mi? Mi ez? Glutamát? Miért adod ezt ide nekem? Nem eszek ilyeneket. Nem eszek glutamátot, öcsi. Én kenyeret eszek, nem látszik? Kenyeret kell enni, nem ilyen szarokat. Hallod? Ez hülyeség. Hülyeség. Hallod? Ez mennyibe kerül? Itt 3 dobozzal hozzá már. Sziasztok, Szmerek a Laci vagyok, és itt vagyunk a Gödöllői Cutlerben, ami immáron 2 éve a bázisom, itt készülök 2 éve a versenyeimre. A múltkor a pihenésemről beszéltem nektek egy kicsit, hogy hogy is telik nekem a verseny utáni időszak, most pedig szeretnék a felkészülésem alatt a táplálkozásomról beszélni. A következő célom az természetesen ugye a profi bemutatkozása, hogy ezt már említettem, és hát ehhez szükségem lesz némi izomtömeget felszednem magamra, a táplálkozásomat ennek alapján próbálom magamnak igazítani és belőni. A táplálkozásom alapját azt legfőképp a fehérje teszi ki. Tehát én azt az elvet vallom, hogy a izomépítés alatt, tehát úgymond a tömegépítés alatt is fontos a magas minőségi fehérjebevitel. Hogy ez miből is próbálom ezt a fehérjebevitelt fedezni, az próbálom minél sokszínűbben ezt megoldani. Tehát ez nyilván többféle húst jelent. Tehát én eszek, fogyasztok ugye csirkét, marhát, sertést is, igen, tehát itt most egy kicsit mindenki felsziszen, de a sertés is egy nagyon jó fehérjeforrás, méghozzá a szűzérmet, tehát én azt szoktam fogyasztani, illetve halat és tojást. Ahogyan a fehérjeforrásaimat, a szénhidrát forrást is próbálom minél változatosabban bevinni, tehát ez is takar akár kukorica, pehely, zab, mondjuk az minimálisan, de erre egy kicsit majd később kitérek, rizs, burgonya, illetve tészta. Tehát akkor hogy is néz ki körülbelül egy napom? Ugye felkelek reggel olyan 6-7 óra körül, és indítok egy olyan 6-8 tojásos rántottával. Ez minden nap egy kőbevésett szentírás, ahogy ezt már említettem egy régebbi videóban. Ezt mindig így szoktam kezdeni, akár a diéta, akár maga a tömegépítés, vagy off-season, nevezzük, ahogy akarjuk, alatt. Ilyenkor a szénhidrát bevitelem az nem szokott csak minimális lenni, tehát ha nem diétázom, akkor mondjuk egy-két szelet ilyen teljes kiélülési kenyér szokott lenni, hogyha diétázom, akkor szokott mellé lenni mondjuk egy-két puffasztott rizs. A következő táplálkozásom az mondjuk egy másfél-két óra múlva egy szénhidrát dúsabb táplálkozás szokott lenni. Érdekesség, hogy most találtam magamnak egy új szénhidrát forrást, pedig nem más, mint a kukoricapehely. Ez régen zab volt nálam, de ezt azért váltottam fel kukoricapehelyre, mert úgy érzem, hogy jobban emészthető számomra ez a tápanyag. Az abtól egy kicsit úgy éreztem, hogy puffadtam, illetve sokszor okozott hasmenést, amit már nagyon sok mindenkitől hallottam, mivel nagyon gazdag rostokban. Általában ezután szokott jönni az edzésem, ami úgy néz ki, hogy edzés előtt szoktam egy kis vitargót, illetve egy kis glutamint bevinni, illetve edzés után ezt ugyanúgy megteszem. Tehát a mennyiségek az ilyen 50-60 g szokott lenni, és egy olyan 10 g glutamin körülbelül edzés előtt is, és edzés után is. Illetve edzés után szokott még lenni egy fehérje turmix is, egy teljes savú fehérje. Innentől kezdve gyakorlatilag jön a napom második része, ami körülbelül még egy ilyen 3 szilárd táplálkozást takar. Az edzés utáni első táplálkozásom nekem egy kicsit, én el szoktam húzni egy kicsit, tehát én nem szoktam egy fél, mivel bevittem már az edzés utáni gyors szénhidrátot, illetve fehérje forrást, én itt szoktam várni egy másfél órát is akár a következő táplálkozásig, ami innentől kezdve a különböző szénhidrát forrásokból, illetve fehérje forrásokból összeállított táplálkozás lesz. Tehát legyen ez egy rizs csirke, egy rizsmarha, vagy egy burgonya csirke, és ezeknek különböző variációja, permutációja. A legkésőbbi tápanyagbevitelem az általában ilyen éjfél körül szokott lenni, az egy szimpla tejsavú fehérje lefekvés előtt. Tehát összegezve az egész dolgot, tehát a napi szénhidrát bevitelem az körülbelül úgy néz ki, hogy olyan 4-600 g most, ezt szeretném később egy kicsit felemelni, de maximum 800 g még. A fehérjefogyasztásom az olyan 3 és 400 g között szokott lenni, ezt legfőképp ugye hús és tojásból szoktam bevinni, és a napi zsírfogyasztásom az körülbelül egy ilyen 30-40 g szokott lenni, nem szoktam magas zsíron lenni. Én azt az elvet vallom, hogy nem, tehát tömeget kell felszedni, de izomtömeget és nem zsírt, szóval ennek tükrében szoktam mindig minőségén megválogatni a tömeg építkezésem alatt is a táplálékbevitelemet. Ugye a régi iskola szerint egy bevett rendszer volt, hogy nagyon sokan felszedtek több 10 kg felesleget is, ami igazából nem minőség volt, csak tömeg, ugye a nem minőségű tömegnövelési tápanyagok miatt.
Ez nagyon megnehezíti a diétát is, illetve hát azért az egészségre sem tesz különösebben jó hatást. Szóval ezt a fajta tömegnövelést ezt mindig is elítéltem, és nem is nagyon csináltam soha. Nem is nagyon szokott magas lenni a tömegnövelés időszak végén a súlyom ahhoz képest, amit mondjuk egy átlag testépítő el szokott érni, nem tudom, 120-130 kg-ot. Viszont amikor elkezdődik a diétás időszakom, akkor ez nagyon sokat segít abban, hogy minőségi izmot pakoltam fel, és nem kell sokat lediétázni, azért nálam általában egy 4-5 kiló szokott lenni, ami zsírt takar, illetve egy minimális víz. Ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy egy ilyen 8-10 hét alatt versenyformába tudok kerülni teljesen. A legfontosabb az a szilárd táplálék, amit beviszünk, és az abból bevitt tápanyag. Természetesen ezt nem helyettesítheti semmi, és nem is érdemes semmilyen táplálékkiegészítőből bevinni a napi fehérjeforrásodat, mert az nem fog célra vezetni. De mindemellett teszem hozzá, szükség van azért különböző kiegészítőkre, amik nagyon jól ki tudják ezt a meglévő korrekt táplálkozásodat egészíteni. Én is használok ilyen táplálékkiegészítőket, és most egy pár szóban elmondom nektek, hogy körülbelül mit takar az én táplálékkiegészítő arzenálom. Tehát én nem szedek multivitamin komplex, viszont nagyon fontosnak tartom az immunrendszerem erősítését, aminek érdekében használok cinket, D3 vitamin, illetve C vitamin. Ami emellett használok még omega-3-at, vitargót, ami ugye edzés előtt és edzés után szoktam alkalmazni, egy tejsavó fehérjét, az íz az teljesen mindegy, az ízlés szerint, illetve hát a vicces kis videóban említett glutamátot, ami nem más, mint glutamin, igazából elég nagy mennyiségben használok mostanában glutamint. Felhasználási javaslatom az nem az, amit a videóban láttatok, bármennyire is megiklettem sok mindenkit, természetesen ez vízben kell elkeverni, és úgy kell fogyasztani. Szóval, ahogy mondtam, nagyon sok glutamint használok, a naponta 4-szer használok glutamint, ami azt jelenti, hogy amikor felkelek, edzés előtt, edzés után, illetve lefekvéskor szoktam használni egy 10-10-10 g-ot. Természetesen ez az én mennyiségem, az én izomtömegemhez, illetve az én sportolói szükségleteimhez. Ti természetesen maradjatok a dobozon feltüntetett adagolási javaslatnál. És hogy honnan is jön ez a glutamát, egy nagyon vicces kis sztori. Edzőteremben voltam, és egy illetékes kolléga ecsetelte nekem, hogy hát ő nem szed glutamátot, mert igazából ennek semmi értelme nincs. Tehát ugye tudjuk, hogy a glutamát az nem egyenlő a glutaminna, a glutamát ugye egy ízfokozó, illetve hát ahogy említettem, a kenyérben pedig glutén van, úgyhogy ezzel sem összekeverendő. Nagyon sokszor szokták ugye tőlem kérdezni, hogy hát mégis tesó, mit eszel, hogy ilyen jól nézel ki? Nekik ez szokott lenni a válaszom, hogy vakarót. Aki tudja, hogy mi az a vakaró, az írja meg nekünk kommentbe. Sziasztok!